ballagási és tanévzáró műsorunk kezdéseként kérem énekeljük el közösen a himnuszt. Jobbágy Károly, az elhagyott repülőtér. Hát maga, az Atomkutató Intézetben dolgozom. TV-riporter vagyok, filmrendező lettem. Most jöttem haza amerikai tanulmányutamról. És a tanár úr még mindig a gimnáziumban? Én még mindig ott. Mert minden éven egy napon felbőgnek a friss motorok. Próbálkozások, monoton, fárasztó léggyakorlatok után mind repülésbe fog. Billeg a beton kikapott kockáin, aztán nekivág. Egyre kisebb a távozó gép, s törpül a lent maradt rád. Te kócos hajú ifjú pilóta, te magabiztos, nótákkal teli robbanószagú türelmetlen. Mi lesz belőled odafent? Fáradhatatlan felderítő. Soha nem látottál el szemed elsőként tekint célját. Vagy te leszel, ki először lép a hold forró köveire? Mi leszel? Új gépek gyűbörögtetője? Új tenger boldog hírnöke? Új égbolt feltérképezője? S onnan fentről lenézel-e az elhagyott repülőtérre, ahol jövőre egy napon megint bőgnek friss motorok? Újabb év, spengő szárnyakon egy még fiatalabb rajkanyarok, sapkadobáló ujjongásuk rezegteti a levegőt, s leírnak még egy utolsó kört, a vén repülőtér fölött, mely csak marad lent változatlan, örökké egy azon alakban, évről évre megkopottabban, röpíteni kész új csapat, fiatal, fényes madarat. Fiam, ki sokszor mulatsz rajta megrőzött szokásaimon, te hegyke lány a nagy zsivajban ringó magas tűsarkakon. Nézd meg jól fáradt arcomat, nem látod rajta önmagad? Nézd meggyöngült két szememet, kísért és figyelmeztetett, s azt, melyről hitted, nem mered elhagyni. Biztató meleg tenyerem. Repülőtered. Felismered? 4 évig nézted, villámlik már ez a szem, avagy simogat. Radarernyőd volt ez a szempár, jósolt felhőt, viharokat. Adtam szádba új szavakat, tartottalak, aztán titokban, mint ki fiók a madarat röptet, zárt markom szétnyitottam, mondtam, szállj! Próbáld! Erős vagy már! Elkaplak, hogyha elfáradtál! Ne így, ne úgy! Na most jó, látod? S veled szálltam át, nem világot, csak az iskola udvarát. Körözve, tanár és diák. Bukva, szárnyalva, s szólva rád bíztattalak. Na újra hát!
felszálltál. Nekem mi maradt? Mindig a megszokott szavak. Az a marok égboldala, mely néha fényes, meghasad, máskor, mint elocskult vasat, a hangok tompán konganak. Hogy untam sokszor, vágytam én is más tájakat és újaget. Akartam elröpülni én is, köröztem itt már eleget. De éreztem, hogy nem lehet. Sorsom maradni késztetett. Te, aki 100 fejem felett, ne felejtsd el az első reszkét, a riadt kezdő éveket. S ha téged világűrbe van korunk süvítve, gondolj majd rám. Ki akkor is ott lent leszek még, ott az iskola udvaron. Számom kopott szavak kopognak, s róvom a kört, a megszokottat. S mert az idő nem szekér, vénhet, hanem rakéta, felragad. Ha találkozunk, megtörténhet, billensd meg majd a szárnyadat. Kis Kálmán, szonett ballagóknak. Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep. A szó, a könyv, a mosoly s a virág. Körétek gyűlik szinte a világ, és mi néktek adjuk búcsúzó szívünket. Az életet, mely jutalmaz és büntet, s melyben az ember örökké diák. Most jelképezi zöld májusiág. S halljuk, reménytől szívetek hogy lüktet. Szép lassúsággal búsan szól az ének, föl-föl repülne, leszáll, tétovád. A sok kopott pant integet néktek, tán könny is csordul, nem tudni okát. Elsápadva a messzeségben néztek, s a szívetekben fölzeng, hogy tovább. Kedves ballagó nyolcadikosok! 8 évet töltöttetek el ebben az iskolában. Itt az ideje a búcsúnak. Búcsúztok tanáraitoktól és a termektől. Búcsút veszek a titkokkal teleért iskolapadoktól is. 6 évesen még szorongva léptétek át az iskola küszöbét, valami új, ismeretlen világba kerültetek. Tanítóitok sok-sok türelemmel vezettek be titeket a betűk és a számok irodalmába. 5. osztályban már ismerős tanárok fogadtak titeket. Segítségükkel bővíthetétek ismereteitek körét. Sokszor talán nem hittetek nekik, de higgyétek el, ők csak a javatokat akarták. Mindent, amit tettek, értetek tették. Búcsúzunk most tőletek, mi 7-esek. Hát itt hagytok minket. Talán vissza se néztek, amikor kiléptek az iskola kapuján. Menjetek, mert a nagybetűs élet már vár rátok. Irigyelünk és féltünk titeket egyben, hiszen olyan kihívásokkal fogtok szembenézni, amiknek vagy meg tudtok felállni, vagy nem. Már nem fog titeket körülvenni iskolánk gondoskodása, féltő szeretete. De soha ne feledjétek, hogy a József Attila általános iskola tanulói voltatok 8 éven át, ezért emléketeket sokáig őrizni fogjuk. Kívánjuk, hogy új közösségetekben is jól érezzétek magatokat, sikerrel vegyétek az előttetek álló akadályokat, becsületesen és emberségesen viselkedjetek a nehéz helyzetekben. Adi Endre soraival búcsúzzunk. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, csak álom volt a szép diákvilág, s mint fecske alkonyati szélben, ma szárnyat bont egy sereg diák. Az én szívem.
Kovács Kata köszön el a ballagok nevében az itt maradó Tisztelt tanáraink, kedves diáktársaink, drága szüleink, vendégeink! Egy éve még mi köszöntünk el az akkori nyolcadikasoktól, és el sem hittük, hogy eljön az a perc, amikor nekünk kell búcsút mondanunk. Várva várt, mégis nehéz nap számunkra a mai. Várva várt, hiszen a mai nap rólunk szól. Nekünk állnak sorfalak, a mi kezünkben gyűlik a virág, ma bennünket búcsúztatnak. Nehéz, mivel ezen a napon lezárul életünk egy szakasza. Igaz, vártuk már az év végét, s csak most, az utolsó napokban éreztük át igazán, hogy mennyire biztonságban voltunk itt. Otthon voltunk. Ismertük tanáraink szokásait, iskolánk rendjét. Tudtuk, kihez fordulhatunk segítségért, mit hol találunk, kiben bízhatunk. 8 évvel ezelőtt, mint kis óvodásokból lett iskolások, nagy izgalommal léptük át az iskola kapuját. Minket, Bágyok Szovátiakat Márti néni, a Rábapordányiakat pedig Klári néni vezetett be az írás, olvasás, számolás rejtelmeibe. Első és második osztályban ők segítettek, tanítottak minket, és rengeteg élményt éltünk át együtt. Szeretettel emlékezünk vissza Anikó nénire és Berni nénire, akik harmadik és negyedik osztályban tanítottak minket. Aztán nem sokára felsősök lettünk. Új tanárokkal, új környezettel, új osztálytársakkal ismerkedtünk meg, hiszen megérkeztek hozzánk a Rábapordányi osztálytársaink is. Osztályfőnökünk Ilona néni lett, aki mindenben segített, és próbált mindig a jó út felé terelgetni bennünket. Tudásunk gyarapodott, mi növekedtünk, mások lettek gondjaink, mások a céljaink, s az idő egyre csak múlt. És most itt állunk, ballagó nyolcadikasokként. Az együtt eltöltött hosszú évek emlékei kavarognak bennünk. Szép emlékekként maradnak meg a Mikulás és farsangi bulik és az osztálykirándulások. Jártunk Székesfehérváron, Visegrádon, Salföldön, és azt hiszem, a legtöbb emléket a nyolcadikos kétnapos zalai kirándulásról őrizzük. Furcsa belegondolni, hogy szeptemberben már nem itt kezdjük az évet. Nem várnak ismerős arcok. Nem beszéljük meg, hogy akkor jövőre veletek ugyanitt. Az elmúlt 8 év emlék lesz. Egy emlék, amely lassan elhalványul, megkopik, de nem tűnik el. Nem tűnhet el nyom nélkül. Búcsúzunk tanárainktól. Ők nem csak tanítottak, neveltek is minket. Ezért kell köszönetet mondanom magam és diáktársaim nevében osztályfőnökünknek és tanárainknak a sok türelemért, a biztató szavakért és minden segítségért. Beismerjük, hogy nem voltunk mint a osztály. Az eszünkkel tudtuk, hogy ez a magatartás nem célra vezető, de valahogy mégsem tudtunk parancsolni magunknak. A felnőttek szokták mondani, az idő megszépíti az emlékeket. Bízzunk benne, hogy ez velünk is így fog történni. Elfelejtik a bosszúságokat, és csak a szép emlékek maradnak meg. Kedves hetedikesek, most hozzátok szólunk. Köszönjük nektek, hogy a mai napra ünnepi díszbe öltöztettétek iskolánkat. Ti most átveszitek a helyünket, s bizonyára arra gondoltok, hogy milyen jó lesz, hiszen végre ti lesztek a nagyok. Viselkedjetek úgy, hogy példaként állhassatok majd a kisebbek előtt. Becsüljétek meg a még együtt töltött napokat, hiszen az idő gyorsan múlik. Drága szüleink, hogy nektek mennyi mindenért tartozunk köszönettel, azt felsorolni is lehetetlen. Köszönjük mindazt, amit értünk tettetek, és tettek ezután. Köszönjük, hogy a felvételi idején is hittetek bennünk, lelket öntöttetek belénk. Igyekszünk szorgalmunkat, és becsületes életünkkel mindezt meghálálni. Eljött a búcsú ideje. Búcsúzunk tanárainktól, az iskola dolgozóitól, iskolatársainktól. Soha nem felejtjük el, hogy a József Attila általános iskola tanulói voltunk. Mindent köszönünk. Petersburg 2006. szeptember 1-ét mutatta, mikor ti bátortalan kis elsősként először az iskolába indultatok, kicsit megszeppenve, szorongva és csodára várva. Aztán az ügyetlen kis gírbe gulva vonalak kiegyenesedtek, betűkké, számokká alakultak. S
a percek, a napok, az évek rohanni kezdtek. Dolgozatok, versenyek, jól vagy rosszul sikerült feleletek, játék, kirándulások. Észre sem vettétek, úgy elrepült az idő. Egyszerre csak itt álltatok a pályaválasztás, iskolaválasztás előtt. Öten a gimnáziumot, hatan a szakközépiskolát, tizeden a szakmunkásképzőt választottátok. Higgyétek el, hogy ezek az évek nagyon szépek lesznek. Érzétek magatokat jól az új iskolátokban, igyekezzetek, tanuljatok. De ne feledjétek a gyökereiteket, a szülői házon túl a falut, és a Bágyok Szovárt József Attila által iskolát, ahonnan indultatok. A mai napon lezárul egy szakasz az életetekből. Öröm, bánat, siker, sikertelenség, a kezdés és a múló idő mind-mind eszébe jut ilyenkor a pedagógusnak, mikor reménykedve, bizakodva útjára bocsátja az elmenő csapatot. A búcsúzás nem számít, egyáltalán nem. Ami igazán számít, az idő. Azok a napok, amiket együtt megéltetek, amire emlékezni lehet. A tantestület nevében azt kívánom, hogy legyen erőtök, kitartásotok, hogy megvalósuljon a céljaitok. És hogy boldog és az életek kiegyensúlyozott legyen, szívlejétek meg Szent Ágoston szavait. Egyszer és mindenkorra előtted állhat a röviden megfogalmazott parancsolat. Szeress és tégy, amit akarsz. Ha hallgatsz, hallgass szeretettel. Ha megintesz, ints szeretettel. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretettel. Ha él benned a szeretet gyökere, akkor ebből a gyökérből nem származhat más, mint jó. Ezzel az útra valóban búcsúzom tőletek. Budai Martin, Szinder Albin, Gárc Szabolcs, Kács Tibor, Horváth Marcell János, Horváth Máté, Kis Klaudia, Kovács Katalin, Kovács Tamás, Tamás Linkecs Koppány, Menyhárt Patricia Rebeka, Menyhárt Ramona, Nagy Brigitta, Porga Noémi Rebeka, Porga Petra, Potos Beatrix Julianna, Szabó Alexandra, Szabó Elizabeth, Szabó Martin, Takács Patrik, Takács Tamás, Tüske Anna, Varga Regina, Pedó Robert, Vitéz Diana, Zsidej Boglárka Darva. Ha találkozunk, megtörténhet. Billensd meg majd a szárnyadat. Ért kitartó szorgalmáért, példamutató magatartásáért és közösségi munkájáért. Pölöskei Veronika második osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi munkájáért, kitartó szolgalmáért, példamutató magatartásáért és közösségi munkájáért. Kardos Anna második osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi munkájáért, kitartó szorgalmáért, példamutató magatartásáért és közösségi munkájáért. Farkas Levence harmadik osztályos tanulónak tanulmányi eredményéért. Kis Balázs negyedik osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi munkájáért, kitartó szorgalmáért, példamutató magatartásáért és közösségi munkájáért. Vörös Boglárka 5. osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi munkájáért, példamutató szorgalmáért és magatartásáért. Kása Fanni Laura 6. osztályos tanulónak izgalomtantárgyból elért kimagasló eredményéért. Horváth Zsóka 7. osztályos tanulónak közösségi és tanulmányi munkájáért. Linkecs Koppány 8. osztályos tanulónak jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért. Vitéz Diána 8. osztályos tanulónak jeles tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért.
Kovács Katalin 8. osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi eredményéért, szorgalmáért és példamutató magatartásáért. Nyolcadik osztályosoknak, itt adjuk át az oklevelet, Menyhár Patricia, 8. osztályos tanulónak példamutató szorgalmáért. Kis Klaudia, 8. osztályos tanulónak példamutató szorgalmáért. Nagy Brigitta, 8. osztályos tanulónak közösségi munkájáért. Tüske Anna, 8. osztályos tanulónak közösségi munkájáért. Tódné pap Györgyi adja át a jutalmakat a sport teljesítményekért. A szülői munkaközösség nevében szeretettel köszöntöm a búcsúzó 8. osztályt, iskolán tanulóit, tanárait és megjelent kedves vendégeket. Hagyománnyá vált iskolánkban, hogy a szülői munkaközösség minden évben elismeri a diákok sportban elért eredményeit. Örömmel mondhatom, hogy nagy létszámban vettetek részt különböző sportversenyeken, melyeken nagyszerű eredményeket értetek el. Teljesítményetekkel nem csak magatoknak, szüleiteknek, hanem felkészítő tanárotoknak is örömet szereztetek, öregbítették iskolátok hírnevét. Ezúton szeretnék megköszönni Bognár László tanárul áldozatos, felkészítő munkáját. Ahogy az előbb említettem, diákjaink nagyon sok versenyen szerepeltek, amelyek többségén el is foglalhatták a dobogó valamelyik fokát. Sajnos ezeket az eredményeket időhiány nincs lehetőség felsorolni, de a bagyokszlovak.hu honlapon részletesen megtekinthető mindenki számára. Diákjaink közül ebben az évben nyújtott kiemelkedő sport teljesítményért az alábbi tanulókat szeretnék jutalmazni. Legyetek szívesek, jöjjetek ki érte. Fogják Viktória. Horváth Petra. Kovács Laura. Neki el fogjuk juttatni. Kovács Barbara. És Nagy Brigitta részére. Végezetül szeretnénk azt a diákot jutalmazni, aki 2013-2014-es tanév legeredményesebb sportolója lett. Vitéz Diana. Gratulálunk mindenkinek, és kellemes nyarat, szép időtöltést kívánunk. Köszönjük! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves szülők, nagyszülők, kedves vendégeim! Bagyokszlovák község önkormányzata nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm Ballagó 8-os tanulóinkat. Először is engedjék meg, hogy önkormányzatunk nevében köszönetet mondjak iskolánk vezetésének, igazgatónőnek, tagintézményvezetőnek, Klári néninek, iskolánk pedagógusainak, osztályfőnököknek, hogy jó irányba
kormányozták azt a csónakot, amit vezettek. Szeretném megköszönni Gerti néninek, Csilla néninek, hogy mindig tiszta tanterem fogadta gyerekeinket, biztosították a technikai feltételeket. Megköszönöm Marika néninek, Kondor János nénak, hogy a jelenlét években a papírmunkába segítettek mindig eligazodni. Itt a vakáció. A nyolcadikasoknak gratulálok ballagásuk alkalmából. Kívánom, hogy a elsajátított tanulmányokat az igazgatónő által felsorolt iskolába sok sikerrel, jó egészséggel folytassák. A többi tanulónak kívánom, hogy a vakációt élvezzék, tartalmas időtöltést, jó pihenést, de ahogy az igazgatónő is mondta, egymásra odafigyelve és magukra is odafigyelve töltsék a vakációt, jó pihenést, jó szórakozást kívánok mindenkinek. Most pedig szeretném ide kérni Linkecs Koppány, 8. osztályos tanulót, és Koppánynak gratulálok közösségi és tanulmányi munkájához. További sok sikert kívánok, és jó tanulmányt. Köszönöm szépen a figyelmet. Kedves kötelességem, nem tagok voltak 8. Takácsné Csigi Andrea. Zoltánénak, neki külön is megköszönjük, hogy adományaival támogatta az osztályt. És Vitézné Benkő Editnek, aki éveken át könyvelőként segítette munkájával is alapítványát és részt vett a szüleinek a közösség munkájában. Zárásaként hallgassuk meg a szózatot, majd az osztályfőnökök vezetésével vonuljanak vissza a termeikre az osztályok. A ballagó diákok az udvaron maradva fogadják a hozzátartozók jó kívánságait. Mindenkinek élményekben gazdag és pihentető nyarat kívánunk. Köszönöm.